Thank <laughs> you. Sziasztok, én vagyok és ez nem mint a My Garage, és folytatjuk tovább a kis modos sorozatot, ugye bár hát kész lett a kis narancs, vele egy kicsikét odébb állok, és be is szerezzük az újabb autónkat, ami ugye nem más lesz, mint a négy ajtós lada, ez egészen korrekt állapotban van, itt a bal hátul egy picikét meg van szomorodva, majd mindjárt megvizsgálom, hogy mi az, ami hiányzik esetleg itt, az is lehet, hogy csak nincsen felfújva a kerék, és azért van ilyen dőlése, de akkor ezt megvesszük, a, nem a nívát, ami mögöttem áll, hanem ezt, és már el is kezdtük rajta dolgozni. Hát nem túl fűrgevőse, azt már most lehet látni, de talán ez az 1.8-as blokk, nem pedig az egy ös de ez az 1.5-ös, viszont bele már szeretném az egy 8 as blokkot, ami hát ugye, jó sok építkezéssel um, szokott általában járni, ha csak nem szerzek egy teljes autót, amiből kiszedem a, a másik blokkot. Viszont van nekünk egy modunk, ami ezen fog nekem segíteni. Már csak azt kell kitalálni, hogy hol, hol, hol elérhető ez a dolog. Hát nem a mod shop az, ahol ezt meg lehet venni, és hát így akkor elolvastam, hogy hol lehet, és nem máshogy, mint a Ctrl K-val ha ezt megnyomjuk, és ott is van az alsó bal sorokba, nagyon minibe, de a lényeget látjuk, egy sorötös komplet blokk, 5700 dollár, egy, so, egy 8-as komplet az 8000 dollár, és egy komplett V8, 13000 dollár, hát most így ki nem számolnám, hogy pontosan ez így mennyiből jönnek ide, egyébként az úgy egészen reálisnak hangzik, talán kompletten azért egy kicsit drágább, mint ha magadnak raknád össze, de szerintem most túléljük végtelen pénzzel, szóval uh, uh, igen, igen, nyilakkal kiválasztjuk, és már ott is van egy 1.8-os blokk, megvásárolva Beépíthető már is az autóba, plug and play, ahogy azt szokták mondani Nagyon jó, azért egyszer-kétszer úgy fan ezeket a motorokat megépíteni, de utána azért úgy Tudja azt mondani az ember, hogy hát, lehet, hogy most skippelném Ezt most szépen ki-skippeltük Nebe indul le, Oh gyönyörű, ennyi Fél pillanat alatt ki tudtuk cserélni ezt az, az 1-8-at. Szóval már csak az a dolgunk, hogy belerakjuk ugye hát a tuning alkatrészeket, illetve hát a turbót, de a turbót nem akár fogom belerakni, hiszen egy újabb mod lesz, ami segítségünkre siet, mint például az új turbó kitünk, ami hát nem tudom, hogy ugyanaz a, a turbó feltöltője, mondjuk azt írja, hogy kicsikét drágább lehetség, és maga a turbó is egy kicsikét nagyobb vagy valami. Minden esetre a légszűrője is azért más és nagyobbnak tűnik, de ami a legesleges leges, legnagyobb lényeg, az hogy rá tudod tenni ezt a turbót a dupla karburátorra. Mert hogy alap esetben ugye csak a, a sima e, karburátorra tudtad rárakni, és hát pont ezt sajnáltam is, hogy, hogy ha már van mind a kettőből, akkor miért nem lehet kombinálni ezeket, szóval ezt belerakom, és megveszem az az új turbó kitet, és elvetőleg ennek ezért egy jobban kellene szedni a lábát. Ez mi? <laughs> Hirtelen azt hittem egy softbox, vagy valami. Ez egy légbeömlő? De, de, hova fog ez menni, vagy mi a bánat ez? Egy dolog biztos, ez fog rámenni oda a performance karburátorunkra, igazából hogy rá van húzva a tütékre, és, és valószínűleg az fog helyet foglalni a turbónk, hát így sok hely bár ott, na mindegy. Valahogy bepasszírozzuk, mert hát gondolom oda kerülnám. Ez rámegy a turbóra, az egyszer biztos. Ez is rámegy, ez egy, ez egy leömlő a turbótól. De valahogy így nem adja ki a matek, hogy ennek így hogyan kellene ide bemennie. Ez fura. Ó, ja várj, ez opcionális. Tehát, hogy ez lejöhet róla, és akkor viszont rámegy, csak simán a légszűrő. Aha. És akkor az a nagy sátor is rámet? Ez is egy megoldás? Igen. Hova mész? Mi <laughs> egy esővízgyűjtő lenne, vagy én nem tudom. Általában a turbónak nem víz kell, hanem levegő, de figyelj. Hát most, most lehet, hogy így oldjuk meg. Ez, ez egy motorháztő helyett? Vagy mi? Mondjuk egyetem hát egyetembe tudnám rakni, akkor még jobb is lenne. Á, a leömlő nem volt a helyén és ahhoz csatlakozik főként, szóval azért nem akarta a helyére menni. Na így most már, így most már eléggé meg vagyunk. Nem mondom, hogy ott túl sok hely van, de ne figyelj Polt, annyi, hogy jó legyen. Leömlőből egybe bele a turbóba, onnan pedig... Igazából szív rá a karburátorra, így se ütjük a levegőt, jó lesz az úgy. És akkor, hogyha nem a légszűrő megy rá, akkor, akkor ide jön egy ilyen, ahol be, beszívja a levegőt innen előről, vagy pedig ez, ami, ami ide fönt és is... ó, ez a kivágott izé. motorház tőre való. Aha! Azt tart. Hát tényleg, mint egy első hogyha, hogyha éppen esik, akkor ha bever a víz, az talán nem a legegészségesebb, de, de azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy én adom. Én ilyet még életemben nem láttam, szóval mindenképpen ezt szeretném rá mindjárt fel is rakom a, a másik motorházhoz, hogy legyen értelme. Hmm, mégsem annyira biztos, hogy ehhez való. Á, lehet, hogy akkor az amcsivashoz van, és akkor az pont úgy illeszkedik. De ki az, aki az amcsivasba sor négyet rakta, de most komolyan? Na mindegy, hát erre is van, erre is van megoldás. Akkor maradjon a jó rög légszűrő. Azzal meg baj nem volt, meg jól is néz ki. Benne van minden egyéb tuning is, és a nitró is, amit a múltkor el is felejtettem megnézni, hogy hogyan is szuper áll. Ebbe meg is nézem, hogy miért indul, hogyha nyomok neki egy kis nitrót is. Ugye nitró nélkül gyárilag ilyen. Nem annyira, nem annyira eszeveszett, maradjunk annyiba. És elméletileg, hogyha megnyomom a bal shiftet, akkor aktiválom a nitrót. Nem nagyon hallok semmit, de biztos. Ó, igen, már az alapjáraton, már mint hát, már amikor oda nyomtam neki uh, üresbe, úgy értem, már akkor éreztem, hogy ez egészen más, mi a szar. És ez sor turbó, vagy mi? Egyött turbó. Oké, okay, jaj. Az közel volt. Na várjál, nitró nincs. Megindulunk, nitró. olyan kis minimális, oh, a beragadó, a, a, a jaj! Ö, hát semmi gond, igazából csak nem mentettem. Atya ez az egész jobb első futómű kiszakadt belőle. A oh, szegény kis narancs. Se vaj, igazából úgy is ki akartam próbálni az új hegesztő gépet, hogyha már ez az apropója, akkor ez az apropója. Elméletileg ezzel így szépen mehetek körbe, és hát szinte sose fog nagyjából elfogyni. Nem tudom, hogy így látszik-e a textúráján a, huzalnak, húzalnak, hogy fogy, vagy valami. Mindjárt rácsekkolok, hogyha mindent behegesztettem, de szettebb lesz itt gond. A hegesztésekkel meg is vagyok, nézzük, hogy fogyott-e a húzalból, hát nem úgy tűnik. Esetleg a-a-a gázból Nem is tudom, hogy hogy tudnám megnézni Ó, oh, van rajta egy óra És igazából pont felé jutottunk, szóval akkor valószínűleg akár a húzzal is ezzel lehet összhangban nem tudom De... Ja ez, ez menő. Oké, okay, hát talán ez egy kicsit hosszabb karika volt ezzel az autóval, mint amire számítottam, de készen van, megjavítottam, hogy azért mégse legyen már lezúzva. És akkor visszatérve ehhez, hogy megnézzük, hogy ez miért lép a nitróval. Ezt már meg is nézhetjük, de nem olyan módon, mint ahogy eddig szoktuk, hanem erre van egy egészen új feature, egy újabb mod formájába. És ahogy érzem, egész jól, egész jól megy az autó. Már csak amíg kiálltam bele a garázsból addig is. Mert hogy bizony itt van, drága barátunk, egy, egy, egy asztal és egy laptop mellett, amivel pontosan meg tudunk valósítani egy, egy gyorsulási versenyt. Szeva, mi, mi újság? Ú, hát gumicsizma. Hát nagyon kicsipted magadat már, ahogy látom. Hogyha ezt itt megnyitom, vagy, vagy hogy működik ez? Uh, közben elerett a hó. Jó uh, van, nem is tartott sokáig a felújítás. Gondolom, uh, ez lesz itt a rajtvonal? Akkor ide kell állnom? Lehet, hogy akkor csak odaállok, azt már ő indítja is nekünk. És hát nem tudom, hogy meddig kell nyomatni. Hú, uh, előtte mentsünk. De nyomatom neki, és akkor valószínűleg a végén kapunk majd egy, egy idő eredményt. Uh, na, egy jó vagyok, vagy nem? Ah, elvileg beszélik el vele. Mondjuk a Bánát tudja, hogy hogy tudok vele szóba állni, mert ő viszont velem nem akar szóba állni, és az baj. Hát akkor az izem, ami marad mégis a, a szokásos stopper órás megoldás, mert sajnos egyszerűen itt interaktálnom kéne tudni a laptoppal is, meg vele is. de nem tudok, szóval Lehetséges, hogy ez, ez az új verzióhoz, ez a mod most éppenséggel nem működik. Remélem majd érkezik hozzá a frissítés és akkor meg tudjuk ezt is nézni. Viszont... Akkor mondjuk nézzünk nulláról mert talán az, az azért uh, hosszabb táv. Először az alap teljesítménnyel, ami igazából ebből a sor négyből a leginkább kihozható. Most még... Bemózza a kézifék. <laughs> szóval most még nitro nélkül. Még egyszer, go! Aha, egy fokkal jobb. Ezt megpróbálom időben elváltogatni. Egész jónak tűnik nekem. Ja, további fokozatok már nincsenek. 14 másodperc. Íí. Pedig 4 hatos difi van alatta, mondjuk az a 200-hoz annyira nem a, a legoptimálisabb, de mindig 14 másodperc. Mert is a ditrós kör. Egy, kettesben, hármasban. Aha, azért már, hogy jobban megindul. huha. De a legelején fel kellett volna dobnom 5-ösbe igazából. 11 másodperc. Ahogy én láttam. Azért jobb 3 másodpercet javítottunk. Nem annyira rossz, az majdnem be is mennünk tíz alá. Ami szerintem ezzel a turbó sor egy eléggé jó dolog. De nagyon kíváncsi hogy mi van akkor, hogyha azt mondjuk, hogy irrálisan. Ez 110 lóerő alapból. Aha, akkor az alap. Uh, statját írja. Ugye irreálisan, de 900 dollárőre felhúzzuk, figyelj ez, ezt a kis sor négyet, és miért ne? Érted? Alapfordulatszámnak megadjuk a, a et hogy már onnan el tudjuk rúgni egyből, érted? És, és azt tudom, hogy 500 kilóra le van e, csökkentve az autónak a súlya. A, hát, az áttételeket, azokat majd meglátjuk. Szóval teljesen jó dolog. És akkor most berakom egyesbe, indulunk is. Go! <laughs> Elrúgja magának? <laughs> Nekem nem is kell gáz nyomni. Húha. <laughs> Várj, a, a gázt nyomok. Ó, oh, de, de, azért kell. Upsi, upsi, upsi. Jó, állj, 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 Még se si kell az a 7000-es fordulat, nem volt egyre. Jó ötlet, go! Nem tudom, hogy hagyasból kéne indulni, mert ez az, az egyes, ez... Ez nagyon kevés ide. Igen. Folyamatosan szabályoz 10 másodperc egyébként. Not bad, not bad. De hogy így, várjál. mi van, ha, 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 ötösből indulok mondjuk? <laughs> Konkrétan ugyanaz. Szerintem egy kicsit elkapar a hátulja, maradjunk. annyiba ötösből indulunk, go! Érdekes, érdekes, hogy... Visszabb kéne vennem, vagy várj, ezt meg kell külső kamerába, Tehát ez most, ez most kikapar? Vagy, vagy, vagy mit csinál? Majd, ma is látom, hogy hagyja maga után csíkot. Go! Igen, hú, hú. Itt csak dobálja magát, amúgy nem. Mármint hát nem tudom, de akkor miért ilyen, miért gyorsul ilyen furán? Figyelj, mi van végig is Éh, em, itt, itt valami fizikai határa van az autónak, szerintem, hogy gyorsulás egyébként nem tud most így lépni Ez a 900 lóerővel. Lehet, hogy annyira nem aerodinamikus, hogy egyszerűen képtelen az autó normálisan menni. De szerintem egyébként egészen elégedettek lehetünk ezzel a, ezzel a 10 másodperc alatt 200 as szintidővel. Na de inkább a, a, kinézete lesz az érdekesebb, hogy, hogy, hogy is fog majd alakulni, és mert meg is van a koncepció a ezt be, szeretnék belőle csinálni egy Hulk-ot, egy hálk buildet. Ez nagyjából úgy kell elképzelni, hogy zöld, fekete uh, kiegészítőkkel, és hát egy olyan autó, amiből nem feltétlenül néznéd ki azt, hogy úgy megy, mint a veszedelem. <laughs> szóval szerintem ez teljesen, teljesen jó lesz neki. Nem tudom, hogy mi a, 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 a Hulk hexadecimális kódja, de ezt majd mindjárt kiderítjük, és az egyéb kaszni hibákat is kiavítom rajta. Na hát elméletileg ez a hálk zöld, egyébként egészen pontosnak tűnik. Ha, ha valaki nem tudná, hogy uh, igazából honnan ered a, a leginkább ez a Hulk bild, a, a, a tokiói hajszából, halálos a tokiói hajszá, ott uh, Twinkinek a kocsija volt, amikor ugye a, Malajbilaik zenére, hogy kigurul vele a, a garázsból. Hát ez most nem azért egy fokkal jobban, jobban fog kinézni, de azért az se volt annyira rossz, mert már rakhatjuk is rá a badikiteket. Ez, ez, ez hova megy? Meg azt tudom, hogy kell rárakni. Hát természetesen eléggé látható csavarokkal, de nincs azzal annyira nagy probléma. Valahol valami kalapácsot is össze kéne szedni, mert ott egy kicsikét elállt a dolog. Koptató is jöhet előre. Uuuuh, nem rossz, nem rossz. Most azonnal lekapnám az az első lökhárítót. Igazán lehetnének ezek az elemek feketébbek, úgy talán, úgy talán még jobban adná a dolog, de így sem annyira rossz. <gül> uh, <gül> egyelőre, hát nem is tudom. De, de figyelj, lesz, ez majd még jobb is. A ajtókinyitás az úgy működik, maradjunk annyiba. Az ott mély tovább. Ennyire azért nem küszöböm szerintem. Hát egy dolog biztos, azok a kerekek így bent uh, nem jók. Viszont szerencsére itt jön a szélesítés modunk, amivel tudunk adni uh, az autónak egy kis terpesztést, uh, amit hol is találok? Á, itt a fékeknél, mert lényegében maga a, a fék tárcsa van meg nagyobbítva, van egy 120-as szélesítés, hát szerintem el fog férni rajta a 120-as szélesítés is, és, és, a négy csavaros felnit egyébként adom, mert hát most gondolkodok, hogy vagy BBS, vagy pedig ezt az új felnit akarom rárakni. A BBS az talán nem igazán ez a stílus, szóval lehet, hogy... Lehet, hogy maradnék annál, hol van? Itt van. Nem biztos, hogy ez az a stílus, de... De na, Sokkal inkább az. Akkor nézzük a 120-asat először. Um, hú, Hát figyelj! Yeah. Így is lehet szélesíteni végül is. Ez így pogácsa, így, 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 így egybe. Ilyen kis um, kompakt az egész. Nem kell külön felrakni, nem rossz. Nem tudom, van-e ilyen a valóságban, de végül is. Why not? De az nem hiszem, hogy hivatalos fég gyártó által forgalomba helyezett cucc. És ez most így... Um, ez most így hogy? Á, hogy van hozzátartozó hábem, mondjuk ennek van értelme. Talán egy kicsit fura lett volna, hogyha olyan uh, hosszú csavarokat rakunk bele, akkor nekünk ez kell, hátúra kettő darab. Hú, hát azt a meglendíted, a meglendít, véged van. Egyre találom rá ez a név, és be is megy. Uh, jó, csak, csak legyen jó, én azt mondom de, de szerintem egészen jónak tűnik. És akkor ez így elméletileg rá fog csúszni a, a 120-as. Igen, nagyon jó. Ott vagyunk. És akkor már csak annyi a dolgom, hogy ezt rácsavarni, és rámérni a felnit, hogyha ezt rakom rá, ez hogy áll rajta? Egész jó, figyeld. És nem tudom, hogy azt akarom el, hogy egy kicsikét kintebb álljon, mint, 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 a szélesítés, vagy legyen bele egy vonalba. Ó, kérdés, ez így tökéletes, Hú. De jól néz ki, úristen Egy nagyon picikét beleér a szélesítésbe Ugye, hát akkor ettől lentebb hátul már nem tudjuk ültetni Ami mondjuk, ha Ha, előről már mondjuk egy kicsit fura volt Ez most a 80-as ez, ez, ez most pont az ami egyébként egy vonalban van vele, ami nem rossz, sőt, szerintem igazából tökéletes, és még erre ráültetjük, akkor hát egy kicsit érdekes a végeredmény, az nem szokták ennyire közel rakni a szélesítéshez, főleg, hogy beleér. Ajaj, viszont így sem az igazi, mert akkor minek vagy kiszélesítve, hogyha... ha vagy ha egy mögé van ültetve, tehát hogy ajaj. Ez maximum kerékdődéssel lehetne kicsikét uh, ki Um, adni jobban, de az itt se jó. Hát azért itt nem egy megoldás lenne erre a, erre a szituációra. Én most kiválasztottam egyet, 80-as szélesítést, tehát megbaradunk kifejezetten szélesek. Van értelme még a szélesítésnek is, és a piros alatta, és nagyjából így eléggé, eléggé ennek így van is értelme. meg az új gumik egy kicsikét szélesebbek, hát. Kicsit talán túl szélesek, amúgy. Nézzük csak meg azt a BBS-t. nem tudom. Amúgy nem rossz, de... Valahogy nem... Nem feltétlenül ez a stílus tényleg. Oké, okay, akkor mehet ez föl mindenhova. Oké, okay, oké, okay, not bad, not bad. Ez, ez jobban sikerült, mint ahogy én ezt így fejbe kitaláltam. Ejj, jól áll neki a szélesítés. Haladva tovább ezen a logikán, mehet föl a Nelás kirács hátulra. Amin, amin meg egészen jó ki is látsz, egészen, egészen kultúrát, kifejezetten hozzáad a dologhoz, illetve ugye el a koptató fenn van, hátul kell a, a koptatós diffúzoros megoldás, amit most én nem látok hirtelen, hát majd veszünk még egyet, igen, uuuuh, basszus ez a kipufogó, az a baj, hogy erre az új turbós megoldásra csak a gyári kipufogó megy rá, és hát ez, nem, nem igen, annyira. Szóval be kell áldoznunk a kinézetért. Kis teljesítmény, de szerintem szóval meg fogja érni. És a hátsó lőkárító most tényleg felejtős lesz. Mert ez így, ez így nagyon nem élik. Uha. -huh. Tudom én mi hiányzik. Hátsó szárny. Mindig az hiányzik. Abból hogy bár hát nagyon masszív választási lehetőségünk van. Kettő. mindig kettő 600 dollárért. Nézzük csak így, így élőben. Hát uh, bad egyébként. Még az is lehet, hogy jó lesz. Először nézzük mondjuk ezt. Ej! A kis kéta. Nem rossz, nem rossz. Figyelj, én már ezzel kibékülnék egyébként. Nézzük meg ezt. Aha, érdekes. Hú, hát nem tudom. Valamiért most ez, ez így, így összképbe jobban adja nekem. Nem tudom, hogy miért. Ettől olyan lapos lesz a segge, ami hát kedves kockaladánkhoz annyira nem illik szerintem. Ettől meg így, 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 hát jobban kiadja azt a kockát. Jó, legyen ez. Igen, megérte. Határozottan megérte, hogy lecserélték ezt a kipufogót, és azt hiszem, hogy a, talán a sötétített hátsó lámpa is jól állna neki. Teljesen korrekt, én azt mondom. Nagyon jó! Úristen, hát ez, ez sokkal jobban kezd kinézni, mint amire én uh, számítottam, hogy őszinte legyek. Mi kell még? Ugye a belseje, az full fekete, aminek nagyon örülök, kivéve a tetőkárpét, ezen mindjárt javítunk. És hát akkor már így lenne valami jó ülés is belerakt, és hát raktam be egy újabb ülésmodot. <laughs> Ez egy pudi. Oké, okay, az, az muszáj megnéznünk. De egyébként így, így, így kinézetre, ú, azért ezek, á, ezek jól néznek ki, ezek. Hát ilyen retro, de, de mégis sportülés. De azért mégis csak szerintem megérdemlünk egy jó kis kagyló Talán ez, vagy talán ez. Hát nem is tudom, hogy ott a WC. Hát ezen beszorok. És tényleg, no, a be? <laughs> Zseni! Seriális. <laughs> Jaj, de jó! É, én én ezt, ezt akarnám bele, hogyha nem jó autót építenénk, de, de most egyébként azt építünk. De az a helyzet, hogy ez 10 per 10! Gyönyörű! Egy kicsikét a festéssel javítunk. Állati! Nagyon jó, figyelj! Um... Anyósra is dobjuk már be. Fie, éppen veretitek az M7-es autópályát, és nincs idő megállni. Ez, ez a legnagyobb lifehack a világon. Lehet, hogy utána már annyira nem lesz kellemes az út további része, amíg nem rítitek a tartály, de hát... Na, maxu egy lyuk a padlóra veszre, és akkor... Nincs is baj. Mondjuk annyi erővel, akkor meg már minek a WC. Vécé... Na mindegy, figyelj! Ezen meghalok, ez nagyon jó. Persze ez csak fán -e cucc, szóval kapjuk is ki, és rakjuk be az epic sportülést. Ó, igen, ez a nem túl kagyló, tehát még kényelmes, de azért kellőképpen megfog, hogyha e, viccesen akarod bevenni a kanyarokat, nagyon jó. Lehet, hogy itt a hátsúléstől akár el is búcsúznék, mondjuk, hát figyelj, nem tudom. Annyira nem zavaró. Maradjon, nem baj az, hogyha négy személyes. De a fekete tetőkárpít már bent is van a helyén, olyan dolgokat tudnénk még rárakni, mint például tetőcsomagtartó. Figyelj, szerintem első osztályú. <laughs> Amúgy annyira nem rossz már, mint ad neki egy ilyen kis, kis retro uh, vonalat de hát nem. És mielőtt még elfelejteném ablak a fólia, narikára is, ez az egyes fólia, ez a négyes, ó igen, egészen más. Valamelyiket nagyon le kéne sötétíteni, csak nem tudom, hogy melyiket. A hálek azt szerintem nem néz ki rosszul, nagyon lesötétítve. Csak nem látni a menő üléseket, az a baj. Belülről azért ki látni? Ah uh, no. akkor <laughs> előre mindenképpen egyes kell. A Narira szerintem jöhet a kettes végig, és akkor ez egy ilyen visszafogott, visszafogott szinten lesötétített lesz mindenhol. Aha, ez így szerintem tök jó. Arra jutottam, hogy a négyes túl erős, szóval előre egyes kapott, hátra pedig hármast, és szerintem így teljes mértékben jók vagyunk. Uh. Van még valami? És igazából nincs, szóval készen van a Hulk build, azt a mindenit nézzük meg oda kint a napon. Hát ezt rendesen elfogadnám élőbe is, úristen de jól néz ki. A hátulja az egy ilyen, az egy ilyen 5 5x, per, 5 per 4, de az eleje az 5 per 5. Tehát, hogy így, ha, oh, ez egy lada. <laughs> és a négy ajtós ráadásul. Még, még autót nem is sikerült építenem, ami zöld volt. És, és végül így összességében tetszett úgy nagyon. De ez most, ez most végre. Ez most végre olyan. Szóval én azt mondom, hogy furikázzunk egy kicsikét vele, hogy ezért használjuk is. Hát most egy kicsikét el fogom rondani a hátulját egy vonóhoroggal, hiszen egy másik új modot szeretnék még megmutatni nektek, amihez szükségem lesz egy ilyen futóra is hiszen autómentést fogunk csinálni, ha minden igaz. Amit nem máshol, mint ennél a kis konténernél tudunk elvileg megcsinálni. Ha jól láttam, van itt valamiféle kis telefon, amihez oda tudunk menni, és felvenni egy munkát. Na ez például pont egy olyan új munka, amit az alapjátékban nagyon szívesen megnéznék. Uh, halló, Jaj ne, ezzel a verzióval ez a mód sem működik. Francba... Hát remélem majd ezt is uh, frissítek, és akkor ezt is meg tudjuk majd nézni. Na mindegy, akkor megyünk be a nagyvárosba. Amit ott láthattok a távolba, hiszen van a játékhoz egy Big City mod. Le is vetjük akkor a vonóhorgot. Igazából csak, hogy kiránduljunk -e egyet a kis hálakkal, ha már így megépült. Mert elméletileg nincs ott semmi extra, azon kívül, hogy uh, igazából fun, hogy van. De hogy ez így hol van a repülőtérnek a helyén? Nagyjából egyébként ott. De hogy ez mekkora... Um, na várja. Ez így nem tűnik túl... Uh, uh, neki ment, szóval én nem akarok. Szerintem nem ez a bekötő út. Elvileg van ide egy teleport, de, de nem akartam teleportálni, nem eljönni. Hmm. Érdekes. Nagyjából, mintha a crisis lennék, ahol New Yorkba felütötte a fejét a természet. Van egy saját bája. Azt hiszem, hogy amikor ez a mód készült, akkor még nem itt, így nem így nézett ki a a, a minden. A mindegy, hát így a végére rászálltunk egy pár uh, outdated modra, viszont a lényeg az, hogy a kis hálkunk nagyon-nagyon tetszik nekem, és szerintem, szerintem eddig a, a legmenőbb autó, amit egy játékba építettünk. Hát nagyon remélem, hogy az alapjátékban is érkeznek meg hasonló tuningok, hogy ez ott is megvalósítható legyen. Értetek, hogy az alapjátékot is modoljam, de igazából nem szeretném, mert tényleg ott a fejlesztőre bízom a, a játék alakulását. Minden esetre én várom a további modokat, és hogyha még lesz mit megnéz, akkor majd mindenképpen csinálunk belőle új videót, és hogyha érkezik majd nagyobb frissítés az alapjátékra, akkor abból is. Viszont én nagyon szépen köszönöm a figyelmet srácok, hogyha tetszett ez a, ez a, ez a build és ez a rész, akkor mindenféleképpen dobjatok a videóra egy like-ot, és ha még nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Na sziasztok!